Nem a külső dolgok tesznek minket boldoggá, hanem a dolgokhoz való hozzáállásunk. Ha nincs bennünk nyitottság, akkor a legvonzóbb társ szépsége is megfakul, és a legörömtelibb dolgok is unalmassá válnak. A szerelmes filmekben az igazi kaland a happy end után kezdődik, és ezt abban az izgalmas kérdésben lehet összefoglalni, hogy mit sikerült szereplőinknek megtanulni ahhoz, hogy életük végig boldogan élhessenek együtt. A jó élet titka, hogy mielőtt cselekszünk, képesek legyünk megteremteni azt a mozgásteret vagy távolságot, amely lehetővé teszi, hogy tudatosan és a lehető legjobb hozzáállással úgy tudjunk választani, hogy cselekedetünk jelentőségteljes legyen, boldogsághoz vezessen és elkerülje a szenvedést. A külvilág az ok-okozat törvényei szerint működik, mi azonban rendelkezünk azzal a belső szabadsággal, hogy eldöntsük, miképpen reagálunk erre. Az egysejtűekkel ellentétben az ember szabadon megválaszthatja, hogy válaszol vagy sem egy adott ingerre, s ha igen, akkor azt milyen módon teszi. Az a fontos, hogyan érzékeljük és értékeljük a dolgokat, van-e bennünk együttérzés, és átlátjuk-e a helyzeteket. A mennyország és a pokol a két fülünk vagy a bordaink között játszódik, vagyis ott, ahol tudatunk székhelyét feltételezzük. Amíg valósnak tartjuk a gondolatok, érzések és testi tapasztalatok pillanatnyi áramlatát, amelyek szüntelenül elárasztanak minket, addig ezek fogjai leszünk, és ezek fogják meghatározni cselekedeteinket. Mindent megítélünk, és így folyton új benyomásokat ültetünk el tetteinkkel, szavainkkal és gondolatainkkal, amelyek a jövőben az ezeknek megfelelő tapasztalatokhoz vezetnek. A szép élményeket általában ajándékként és gazdagságként éljük meg. Ha azonban élményeink szürkék és ragacsosak, akkor megfigyelhetjük, hogy ezek hátterében egy korlátolt, zavaros látásmód munkálkodik. Csak akkor tudunk belül ellazulni, szabaddá válni és kifejleszteni egy olyan látásmódot, amelynek segítségével bízunk a történésekben, ha már elegendő, kellemes benyomást halmoztunk fel tudatunkban. Ha megszakítjuk a rossz szokások áramlatát, magunk mögött hagyhatjuk a kellemetlen karmát. Ez az egyetlen lehetőség. Törekedjünk arra, hogy viszontagságaink során se hagyjuk figyelmen kívül az ok-okozatról szerzett tudásunkat, és vállaljunk felelősséget a helyzetünkért. Így ugrásszerű fejlődést érhetünk el, és attól kezdve életünk egyre jelentőségteljesebbé válik. Buddha nagyon pontos tanításokat adott arra vonatkozóan, hogyan lehet következetesen dolgozni az ok-okozattal. A karma akkor a legerősebb, ha négy lépésből épül fel. Négyféleképpen tapasztalhatjuk meg, és hatásait így négyféle hozzáállással tudjuk leépíteni, vagy akár bölcsességé átalakítani. Ez a 3x4 pont magába sűríti Buddha minden tanítását. Ezeket alkalmazva biztosan megszabadulunk a beszűkült tudatállapotok körforgásából. Ha ráadásul még másokra is gondolunk, akkor megvan az alap a megvilágosodáshoz. Hogyan építjük fel a karmát? Először is tisztában kell lennünk a helyzetünkkel. Másodszor kívánnunk kell, hogy valami megtörténjen. Harmadszor meg kell tennünk, vagy másokkal kell elvégeztetnünk. Végül pedig örülnünk kell az eredménynek. Egy párkapcsolaton belül mindez igen drámai lehet, de akár emberi módon és kellemesen is megnyilvánulhat. Ha például a férj tudja, hogy párjának éppen nagyon feszített a munkatempója, akkor jó, ha mellette áll, még akkor is, ha a másik kevésbé figyelmes és élesebben reagál, mint máskor. Ilyenkor mutassa ki szerelmét, teljesítse párja kívánságait, azokat is, amelyek több időt vesznek igénybe, mint amennyit máskor szállna rájuk. Örüljön annak, hogy segíthet. Az ilyen önzetlen tetteknek élénken megmarad az ereje, másokat is elkápráztat, és sok boldogságot visz a világba. Így módon a férfi egy teljes, pozitív, karmikus benyomást raktároz el a tudatában, és kapcsolatát is gazdaggá teszi. Ha viszont nem érti meg felesége helyzetét, és sértődötten reagál szokatlan viselkedésére, akkor ez hamarosan válsághoz és negatív karmikus lenyomatok keletkezéséhez vezethet. Minél tudatosabban cselekszünk, annál nagyobb tetteink hatása, annál inkább gyarapszik élettapasztalatunk, és annál jobban megértjük, hogyan vannak a dolgok, hogyan hozzuk létre a boldogságot és a fájdalmat, és miként éljük meg ezeket. Felelősséget vállalunk cselekedeteinkért, és a döntés szabadságát kapjuk érte cserébe.
Ha tudatosan akarunk tenni valamit, vagyis ha tetteink megegyeznek kívánságainkkal és elképzeléseinkkel, akkor az így szerzett benyomások még mélyebbek lesznek. Ha sok jót teszünk, lehetőleg testtel, beszéddel és tudattal egyaránt, majd elégedettek vagyunk a végeredménnyel, és jó érzést tölt el bennünket, akkor a pozitív benyomás tartós lesz. A boldogság vagy a szenvedés legkülönbözőbb válfajait tapasztalhatjuk meg aszerint, hogy jót vagy ártalmasat tettünk, mondtunk vagy gondoltunk. Hogyan tapasztaljuk a karmát? A karma, amely boldogságot vagy szenvedést hoz, négyféleképpen jelenhet meg. Hogyan érezzük magunkat a halálunk és újraszületésünk közötti időszakban? Milyen testtel rendelkezünk következő életünkben az egészség, intelligencia, erő vagy szépség szempontjából? Milyen a környezetünk, melyik országba, kultúrába és milyen családi körülmények közt születünk újra? Milyen hajlamokat hozunk magunkkal és mihez vonzódunk új életünkben? Hogyan tudjuk leépíteni a szenvedést hozó karmát? Ez a hozzáállás 4 lépésben valósul meg. Felismerjük, hogy szenvedést okoztunk. El akarjuk távolítani a zavart. Elhatározzuk, hogy többet nem teszünk ilyet. Tudatosan eldöntjük, hogy a jövőben ellenkezőképpen cselekszünk. Ha súlyos hibákat követtünk el a kapcsolaton belül, vagy bármilyen más területen, és jóvá szeretnénk tenni ezeket, még mielőtt megtörne köztünk a bizalom, akkor néhány gyakorlati lépést kell tennünk. Először is belátjuk, hogy ügyetlenül és önző módon cselekedtünk. A második lépésben az esetleges károk láttán elhatározzuk, hogy többé nem teszünk ilyet. E hozzáállással szerezzük meg azokat a módszereket, amelyekkel elejét vehetjük a jövőben jelentkező szenvedésnek. A harmadik lépésben bocsánatot kérünk egy magyarázat kíséretében. A bocsánatkérés társunkban megértés szül, bennünk pedig megszünteti a nyomást, hiszen hibáink beismerésével nehéz terhet levehetjük a vállunkról. Ha őszinték vagyunk és nem problémázunk, akkor embertársaink és mi is bízni fogunk abban, hogy a jövőben érettebben bánunk majd egymással. Végül a negyedik lépésben tudatosan újraépítjük a bizalmat, kedveskedünk a másiknak, megajándékozzuk őt és okulunk az egészből. Életünk felgyorsult, szociális biztonságban élünk, ezért megszoktuk, hogy növekvő igényeinket szinte azonnal kielégíthetjük. Ma már sem a párok, sem a szülők nem kényszerülnek arra, hogy együtt maradjanak. Régen a párkapcsolatokban 7 év után jelentkezett az első válság, manapság ez már fele annyi idő után bekövetkezik. Sokan tisztában vannak ezzel, ha máshonnan nem, a női magazinokból. Ha egy pár időben észreveszi a közelgő krízist, és megvan bennük az elhatározás, hogy túllépjenek a kialakult berögződéseken, első lépésként az a legokosabb, ha alaposan szemügyre veszik addigi viselkedésüket. A múltba visszatekintve így felismerhetik azokat a magatartásformákat, amelyek unalmat és bénultságot hoztak kettejük kapcsolatába, majd közösen elhatározhatják, hogy felhagynak ezekkel. Érdemes összeállítaniuk egy tervet is, hogy miképpen kerüljék el a rossz beidegződéseket. Ha mindez sikerül, és korábban nem ejtettek túl mély sebeket egymáson, akkor érettebben léphetnek kapcsolatuk következő, remélhetőleg hosszabb ideig tartó szakaszába. Betéve tudhatjuk könyvek százait, le is doktorálhatunk, ám ahhoz, hogy két lábbal álljunk a földön és kitartsunk a nehéz helyzetekben, nem erre van szükségünk. Karmánk átalakításához legfontosabb az élettapasztalat. Csupán az érett, önvizsgálatra kész, és néha a saját határaikon is túllépni tudó emberek képesek álhatatosan szembenézni az élettel. Az élet csataterén aratott győzelmek, élmények és tanulságok mögött pedig mindig ott marad a társunk iránt érzett hála. Ő az, aki gazdaggá teszi életünket.